A Központi Statisztikai Hivatal negyedévente közzétesz egy kiadványt, amely áttekintést nyújt Budapest és a 19 megye társadalmi gazdasági helyzetének alakulásáról. 2020 első negyedévében számos folyamatra hatással volt a koronavírus okozta járvány és az annak megfékezésére hozott intézkedések. A járvány miatt sokan elvesztették az állásukat, de emiatt nem is tudtak aktívan munkát keresni. Így fordulhatott elő, hogy a foglalkoztatottak száma csökkent, és a munkanélkülieké is mérséklődött. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú népességhez viszonyítva megyénkben 7,8%, jóval az átlag fölötti, a harmadik legmagasabb országos szinten. A legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett álláskeresők aránya is Szabolcsban volt a legmagasabb, 55%. Ugyanakkor a regisztrált vállalkozások száma is magas. A regisztrált vállalkozások alatt az adminisztratív nyilvántartások szerint jogilag létező, adószámmal rendelkező egységeket értjük. Ide tartoznak például az őstermelők is, akik Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében köztudottan sokan vannak jelen. Ez a magyarázata a viszonylag magas Szabolcs-Szatmár-Vereg megyei vállalkozássűrűségi mutatónak, hiszen 1000 lakosa 212 regisztrált vállalkozás jutott, a megyék közül a legtöbb, csak Budapesten nagyobb a mutató ennél. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a társas vállalkozásokból csak 26 jut 1000 lakosra a megyében, ami a fele az országos átlagnak. A regisztrált vállalkozások száma egyébként az országoshoz hasonlóan kissé növekedett az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében is. A statisztika alapján az országban nálunk a legalacsonyabb a bruttó átlagkereset. Az országos átlagnak alig 7/10 lehet megkeresni, valamivel több mint 176 ezer forintot. A beruházások tekintetében sem teljesített jól a megye, bár országos szinten a volumen az elmúlt 5 év azonos időszakaiban egyszer sem volt ilyen magas. Szabolcs megye a listának majdnem a végén áll. Nálunk az egy lakosra jutó beruházás 57 ezer forint volt. A turizmust és a vendégéjszakák számát tekintve sem állunk jól 2020 első negyedévében, a lista 18. helyén állt a megye. A turizmus kiemelt célpontjai Budapest és a Balaton régió, a vendégforgalom több mint fele itt koncentrálódik ebben a két térségben, így nyilván a többi térség szerepe jóval kisebb. Ennek köszönhető a viszonylag kicsi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei arány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereskedelmi szálláshelyein 2020 első negyedévében 27 ezer vendég, mintegy 50 ezer vendégészakát töltött el. A vendégészakákban mért forgalom januárban és februárban összességében 22%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Március második felére sok szálláshely bezárt a járvány miatti intézkedések következtében. Így ennek hatására a vendégforgalom 52%-kal elmaradt a 2019 márciusitól. A koronavírus nem csak a turizmus területén éreztette hatását, hanem a közúti közlekedési balesetek számában is. 170 személyi sérüléssel járó esetet regisztráltak, ez főleg januárban és februárban történt, hiszen márciusban már kisebb volt a forgalom az utakon, a járvány megfékezésére hozott intézkedéseknek köszönhetően. A balesetek nagy része a sebesség nem megfelelő megválasztása és az elsőbbség megnem adása miatt következett be.